Komárom önkormányzata, mint konzorcium vezető, pályázatot nyújtott be minőségi humán közszolgáltatások fejlesztése Komáromtól Nyergesújfaluig a Duna mentén címmel. Az EFOP 1.5.2 humán közszolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben című pályázati felhívásra, melynek egyik célkitűzése a közösségfejlesztés. A pályázatnak köszönhetően Komárom általános iskoláinak diákjai számos ismeretterjesztő és szórakoztató programba kapcsolódhattak be a nyári szünidőben. A Szőnyi Kórháztónál található tanösvényen megtett 2 kilométeres túra alkalmával az erdő élővilágával ismerkedhettek a gyerekek. Többek között szürkegémmel, törpekócsaggal, harkállyal és vízisiklóval is találkozhattak, sőt őz, valamint vaddisznó nyomokat is megnézhettek. A terület egyik érdekessége a függő cínegefészek. A monostori erődbe is ellátogattak a diákok. Sétahajózással kezdődött a program, majd az erődről tudhattak meg érdekes információkat. Elsőleg hajókázni mentünk, és nagyon élvezetes volt, szép volt a táj, és nagyon kedves volt az idegen vezető. Utána megnéztük az erődöt, megnéztük a bábukat, amin különféle egyenruhák voltak. Aztán bementünk egy másik barlangba, ott pedig puskák voltak, és azokat is meg lehetett nézni, és különféle zenék szólaltak meg. Nekem az volt a legérdekesebb, amikor bementünk egy helyiségbe, és a lőtárat néztük meg. És egy kazamata folyosónkban olyan sötét volt, hogy úgy kellett mennünk, hogy összekapaszkodva, meg aztán az előttem lévő kislány előtti ember nagyon begyorsított, aztán el kellett engedni a kezét, aztán úgy kellett tapogatnom a falat. Most ebédelünk, és utána megyünk a Pécs Múzeumban. A Bozsik József általános iskolában a sportversenyek kaptak főszerepet. Reggel kidoboztunk a tornatermünkbe sokat, és utána pihentünk egy kicsit, mert nagyon elfáradtunk. Aztán kijöttünk egy ilyen, hát meleg volt akkor már nagyon, és egy ilyen ugye gyakorló tájfutást rendeztek, és ugye azon én első helyezett láttam. Voltunk az állatkertben, nagyon jó volt, és láttunk fehér tigriseket, nagyon szépek voltak, és voltak medvék. Megnéztük az SPK-s medvét is, és etettük a zsiráfokat, simogattunk állatokat, és bemutatót tartott egy néni. A 6 és 12 év közötti gyerekek ellátogattak még a győri Ugri Parkba, végigjárták a tatai tanösvényt, majd a város nevezetességeivel ismerkedtek. Filmet néztek a Jókai moziban, strandoltak a VF Szabadidőparkban, és kézműves foglalkozásokon is részt vettek.